Agócs Attila gazdasági igazgató veszi át jelképesen a szállítmányt Molnár Júlia elnöktől. A Szolnok Tisza Rotary Klub is segíti a Hetényi Géza kórházat, azon belül is az ott dolgozókat. 3500 darab spenótos és burgonyás fagyasztott bureket adtak át az intézménynek. Ahogy a magánemberek is összefognak, és kiki akár egyénileg, akár csoportosan kiáll ebben a helyzetben egy közösségért, azokért az emberekért, akik értünk küzdenek, harcolnak nap mint nap. Kell, hogy egy egyesület is, ami a jótékonyságot is a zászlajára tűzte, tegyen valamit az ügy érdekében. A Szolnok Tisza Rotary Klubnak a szandaszőlősi pékséget üzemeltető cég ajánlotta fel a két raklapnyi finomságot. A gasztronómiai vonal közétkeztetés egy kicsit visszaesett a forgalom, és felhalmozódott készleteink vannak a raktárba, és sokkal jobban járunk, hogyha megsemmisítés helyett nemes szélokra ajánljuk föl. A dolgozóknak biztosítják a pékárut, az immunrendszer megfelelő működése érdekében szakemberek javaslatai alapján szükség van az energiadús ételek fogyasztására. Nálunk vannak alkalmazotti étkeztetések, ez 100 főt jelent körülbelül itt, arra számoltunk, hogy oda mindenképpen adunk a dolgozóknak, illetve akik a veszélyeztetett, illetve gyanús betegekkel foglalkoznak, nekik mindenképpen, mert ugye a kórháznak reggelit, ebédet, vacsorát kell biztosítani, mivel ugye nem jöhetnek ki az osztályokról. Nekik mindenképpen ugye a reggeli, az ebédhez, vacsorához ugye biztosítjuk, illetve még azokon az osztályokra terveztük feladni, ahol közvetlenül, tehát sürgősségi osztályra, intenzív osztályra, tehát ahol közvetlenül találkoznak ezekkel a betegekkel. Egy tepsinyi bureket rögtön be is tettek a sütőbe, amint elfogyott, érkezik a szállítmány második fele. Az élelmezési osztályvezető azt mondta, számításai szerint 2 hétre elegendő az adományozott pékáru.